Szórakoztató zenés műsorral beöltözve készültek a Bonyhádi Gondozási Központ dolgozói az időseknek. Az esemény apropója a farsang volt. Továbbá tombola sorsolással is készültek a szervezők. Az év első rendezvénye mindig a farsangi mulatozás. Ezt nagyon jó előkészíteni, hiszen egy nagyon jó csapatunk van, és az idősek nagyon örülnek a mi műsorainknak. Azt azért hozzá kell tenni, hogy a vírushelyzet ellenére is sikerült megrendeznünk ezt a rendezvényt, és hatalmas támogatói körrel rendelkezünk, amiért nagyon-nagyon hálás vagyok a környékbeli vállalkozásoknak, magánszemélyeknek. Tombola sorsolás van. A lényeg mindig az, mint az óvodákban, hogy minden szelvény nyerjen, hiszen ha pozitívan mennek el egy rendezvényről, az egész hetes beszédtéma közöttük, és az, hogy örömet szerezni, meg így a legjobb, és hogy ezért kell, hogy minden szelvény nyerjen. Ehhez 585 darab tombolát tudtunk eladni, mindegyik ugye nyerő volt, de ahhoz, hogy ezt összetudjuk így készíteni, a fenntartói támogatás mellett a vállalkozók nagyon nagyban segítenek bennünket. Már egy kicsit mi is beöltöztünk időseknek, és egy kis muzikeles előadást tartottunk számukra, hogy hogyan lehet időskorban is mulatozni, hogy ők is érezzék azt, hogy bár korosabbak, mint mi, de ugyanúgy aktív szereplői lehetnek a társadalomnak még. Hatalmas sikere volt. Az esemény elengedhetetlen része természetesen a farsangi fánk, ami ezúttal sem maradt el. A házi kolbászos szendvics és a farsangi fánk az elengedhetetlen kelléke a farsangnak. Nagyon jó érzés volt, ezt is vállalkozói felajánlásból tudtuk megvalósítani, és ezáltal teljes képet kaphattak ismételten az idősek a farsangról. Parantról jöttem ide, egyedül laktam, a lányom jó voltából idehozott Bonyhádra, és hallottam, hogy itt van gondozó, és eljöttem, érdeklődtem, nagyon jó. Május óta vagyok itt. Idáig mindig nagyon jó, nagyon szép, sok program van, és tényleg örülök, hogy ide jöttem, mert itt nem unatkozok, otthon csak unatkozik. Az intézmény vezetője elmondta azt is, hogy számos programmal készülnek még az idei évre. A közeli tervekben szerepel továbbra is a Dóri Háznak a támogatása, tehát ekkor pirosba öltözünk mindannyian. A medvehagy meszedési akciónk tavaly nagyon nagy sikerrel járt, 2-3-szor is voltunk kint területen. Ez azért is jó, mert egy kicsit kimozdulunk az intézmény keretein kívül, és hát a nőnapozás, tehát amire nagyon készülnek. A farsangi időszak zárásaként pedig a torkos csütörtök sem marad el a Bonyhádi Gondozási Központban.